Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban egy Gigant kiegészítőt fogok nektek bemutatni, mégpedig egy újra tervezett Gigant pályakotrót, amit a VIP modelltől lehet beszerezni. A gyári Gigant pályakotrónak egy apró formai problémája van, mégpedig, hogy nem a sorozat mozdonyokra való pályakotrót szerelte az Acme a mozdony alá, hanem a két proto mozdony alá valót, itt a pályakotrónak a szöge, illetve formája némileg eltér a sorozat mozdonyokén használtól. Nézzük meg, hogy néz ki ez az új kotró. Alapból festetlenül érkezik hozzánk, kettő alkatrész kapunk, van egy teli, illetve van egy átlyukasztott, ugye azt lehet a vontatással ellátott oldalra tenni. Ha megnézzük közelebbről, láthatjuk, hogy ugye formailag helyes ennek a kotrónak a kialakítása, szépen megvan az a kis törés benne, az a kis szög, ami a sorozatmozdonyokon található alkatrésznél is megtalálható. A felszerelés viszonylag könnyű, igazándiból a régi kotrót alulra ki kell húzni, és a helyére beilleszteni az új kotrót, amit át kell szerelni, azok a fűtési csatlásfejek, ezeket egyszerűen be kell illeszteni a helyére, és természetesen előtte le kell festeni a megfelelő ralszínhelyes festékkel. Festés után behelyezhető az alkatrész, és így néz ki a mozdonyon. Kipróbáltam a gépet, nagyon szépen megy, nem akad be sehol semmibe az én pályámon ez a pályakotró, úgyhogy jól lehet használni. Egyetlen egy dolog van vele, mégpedig az áttört pályakotróval, mégpedig az, hogy amennyiben rövid kapcsolót szeretnénk használni, akkor a kis kapcsoló szerkezetről le kell vágni ezeket a kis ilyen műanyag rugószerű dolgokat, amik ugye középen tartják ezt az alkatrészt, mert ennek a pályakotrónak a formája nem engedi meg azt, hogy ez az alkatrész, ugye a kis kapcsoló szerkezet befogója, ez elforogjon. Valószínűleg ez egyébként az oka annak is, hogy az Acme a proto mozdonyokon látott pályakotrót használta, hiszen ott van annyi hely, ugye nincs így megtörve a szöge a szélei felé, hogy elforogjon a kapcsoló szerkezet. A másik alternatíva természetesen az, hogyha a vontatással felszerelt végfele meghagyjuk az eredeti gyári Acme pályakotrót, hiszen ugye azon a felén ugye jellemzően kevésbé észrevehető, mint mondjuk a mozdony elejénél. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!